Sziasztok! Az én nevem Freddy. Az enyém pedig Zsuzsó. A mai videónkban tesztelni fogunk két darab eszközt. Az egyik egy vakutáv kioldó, nevesen egy Yungnuo. Kínai. Igen, hát Chinese. RF600TX, ő az adó része, illetve egy RF602RX, ő a vevő része. Őket fogjuk tesztelni, illetve kettő darab körvakut, majdnem körgyűrűt mondtam, de az az M0-es. Így van, ennek a márkája pedig Amaran. Tök Amaran Halo. Az enyém meg, hát nem tudom, igen, Halo, HC122, valami utó két O betűvel. Hát ha tudnék olvasni, mert utó O. Szemüveg nélkül, nekem ez C80-nak tűnik. No, hát akkor adott ez a két szerkezet. Ennek egész könnyen nyílik a akkumulátor fedele. Az enyémnek viszont többnyire beszokottak adni. Nagyon rossz, hogy igazából meg van jelölve a plusz, de elég nehezen látszik. Ezen is látszik, de nagyon halványan. Akkor most felvértezzük őket egy kis powerrel. Ami fontos különbség a kettő között, őt egy tekerőgombbal lehet bekapcsolni és szabályozni a fényerejét. Ő pedig elméletileg fényértékre van meghatározva a plusz-minusz értéke, minusz és plusz másfél fényértékkel tud. Ezen pedig ez a maximum. Hát, hogy elnézem, az enyém az lényegesen erősebb, viszont hidegebb a fénye, a másiknak meg melegebb, mint kellene. Így szemre. Sőt, ennek egy kicsit talán zöldes is a fénye. Ezt jó szorosan csomagolták. Most én leszek a gyűrűk ura. Egyáltalán lesz ekkora ebben a készletben? A végén más optikát kéne keresni. 82-es átmérőjű. Na hát az első hátránnyal már is találkoztunk, Isten igazából. Ez egy 82-es átmérőjű optika. Ez egy 77-es gyűrű, és ez a legnagyobb. Az e-heti nyerőszámunk a 77-es. Ennél nagyobb gyűrű nincs egyik készletben sem. A Freddy készletében lévő gyűrűkre legalább rá van nyomva fehérrel, és látszik az átmérő. Míg ezen csak ilyen dombor nyomott cucc van, ami miatt kicsit nehezebben olvasható. Optikát kell cseréljünk. Egy olyanra, ami kisebb átmérővel rendelkezik frontlencse szinten. Ez egy 58 mm átmérőjű STM optika. Ezt bele kell tekerni a szűrőmenetbe, mert ha sikerül egyáltalán belekapatni. Aha. Na hát ez a fantasztikus, ez egyszerűen átugrik. Tehát az én készletem az gyakorlatilag a gyűrű része az igen gagyi. Nézzük. Ó, pont az 58-as van a kezemben. Nézzük, hogy a Freddy féle. Pöpec! Ezen van itt egy perem. Itt pedig van egy ilyen gombokkal összenyomható ilyen karmos csatlakozó rész. Ezzel lehet föl csattintani erre a gyűrűre. Ugye ez könnyedén el tud rajta forogni, azért, hogy be tudjuk állítani. Ezt felrakjuk a vakupapucsba, és megnézzük, hogy mit kínál nekünk mondjuk ISO 100-on ezzel a maximális fényerővel. Feltéve, hogyha a kuszt is sikerül belülni. Túl közel vagyunk, aha. Hát igen, ez nem egy makroobjektív, az a baj. Maximum az ereje. Azt mondja, egy negyedes záridőt számolt hozzá. Valami oknál fogva, viszont így túl világos lett a kutyusunk. Na jó, akkor megpróbálkozunk manuális módban. Én úgy látom, hogy késik. Hát azért látszik a fénye. Tehát bár úgy tűnik, mintha késne. Ettől függetlenül úgy tűnik, hogy időben villan el.
akkor most kipróbáljuk a másikkal. És szerencsére kompatibilis. Oké. Okay. Ez meg végképp olyan volt, mint a kés, ne? Hát abszolút. Megnézzük maximum fényerőn. Ezt is. Semmi, de semmi különbséget nem látok. Tehát olyan, mint hogyha ennél tényleg késne a villanás. És megnézzük ezt állandó fényüzemmódban. Hát lényegesen jobb eredményt lehet elérni állandó fényként. Így lényegesen jobb eredményt mutat. És most visszarakjuk Freddy barátomét. És megnézzük, hogy állandó fénynél lesz, hogy muzsikál. 1.30 a ISO 100 nagyszerű. Ezt egyértelműen le lehet vonni, hogy de szerintem látszik is a kameraképen, hogy ennek gyengébb a fénye, mint a másiké. Ellenben ez mondjuk az elvillantásnál is, tehát vakuüzemmódban is tud működni. A másik az késik, tehát az gyakorlatilag vakuzásra alkalmatlan, állandó fénynek viszont úgy tűnik, hogy jó. Hát sajnálom, hogy a másik objektívvel nem tudtuk ezt kipróbálni, mert az egy ilyen már majdnem makró objektív, de van neki dedikált makró funkciója, még ennek nincs. És ugye ez a körgyűrű ott lenne igazán hatásos, hogyha ugye viszonylag közel tudunk menni a témához, akkor tudjuk megvilágítani elég jól. A Freddy-ének a fényereje a számomra nem elég meggyőző, ellenben lehet vakuként üzemeltetni, úgyhogy szerintem a fényerő az fontosabb dolog. Hát igazából, hogy portrézzunk, ahhoz föltehetjük a vakupapucsra is. Ugye ennek vannak ilyen kis karmai, amivel a gyűrűre lehet fölrakni. Itt vannak ilyen pöckök, ha ebbe fogjuk beleilleszteni a történetet, akkor így, mint egy vaku úgy működik, és föltehetjük a vakupapucsra. Egy az egyben. Makrózás az így nem alkalmas, hiszen ha megnézitek, akkor... De ugye egy normális makrónál viszonylag közel megyünk a témához. Bizony, maga az objektív árnyékot vet a fotózandó témára. Most én például, hogyha be akarnám lőni a kutyának a szemét, akkor hát körülbelül az arcának a felére már árnyékot vet az objektív. Akkor teszteljük le, hogy megvilágítások nélkül, csak ezt a fényt használva milyen portrét lehet csinálni. Nyilván nem fog kiváltani egy vakut, mozgás merevítésre abszolút alkalmatlan, hiszen ez egy állandó fényű jószágként tud üzemelni, illetve hát ugye a vakunak van egy dinamikája, ez pedig egy nem olyan nagy energiájú fény. És ott maga a villanásnak a rövidsége is meg tudja merevíteni a mozgást, hogy a vakuknál minél kisebb teljesítményt választunk, annál rövidebb maga a villanási idő is. Teszteljük le szerintem, hogy mire képes ez portré módban. Hát ezzel 1/13-ot ad. Hát arra jutottunk, hogy portréra nem érdemes használni, tehát ISO 800-on az én körvakummal sikerült mintegy 1/30-ados záridőt elérni, ami önmagában is elég karcsú. A Freddy-ével meg az 1/3-át, hát az még karcsúbb, az nagyon gyenge. Tehát ez igazából mondjuk makróra van kitalálva, esetleg még arra lehet használni, hogyha valakinek nagyon tetszik ez a megoldás portré fotóknál, hogy a pupillánál körbe látszik a körvakunak a fénye, arra esetleg még ezt fel lehet használni. Isten igazából érdemes utána járni, hogy létezik-e ebből, illetve biztos, hogy létezik jobb. Ezek makróra megfelelőek lehetnek akár, de portréra semmiképpen. Ez pedig a Yongnuo 600-as vaku távkioldó set tulajdonképpen. Van hozzá egy adó, egy vevő ebbe, oda beledugjuk a vakut, ezt pedig vakupapucsba becsattintjuk. Hát itt található a csatorna beállító kapcsolósor, szóval ezzel 16 különböző csatornát lehet beállítani ezzel a 4 kapcsolóval. Értelemszerűen az adót meg a vevőt egy csatornára kell állítani, és akkor bekapcsolás után, ja, ezen meg itt van a bekapcsoló gomb,
Ja, megnézzük, ez világít, és amikor én ezt itt megnyomom, ő is jelzi, hogy bizony kommunikál, ha megnyomom, akkor pedig elvillantja. Ez olyan, mint a fókuszgombja a fényképezőnek, tehát kéttálású, egyszer fókuszálsz, egyszer pedig tipp, megnyomod, akkor elvillantod a vakut. Ezzel kimegyünk majd a szabadba, leteszteljük elméleti síkon, ez olyan 100 méteres hatótávval rendelkezik. Viszont, amit tudni kell erről a kütyűről, hogy HSS képessége nincsen neki, 1/250 másodperces záridő az, amit maximálisan át tud vinni. Én azt vettem észre, hogy 1/250-nél már árnyék van a képen. Ezt is le fogjuk tesztelni hamarosan. Szintén majd Freddy barátom lesz a portré alany. Zsolti runcájszként lépegette le a 150 méternek megfelelő távolságot, vagy legalábbis körülbelül annyit. Hát 150 méternél messzebb már mentem, és még ott is elsült. Úgyhogy... Na. És ez egy meglehetősen használt elem, ami az adóban van. 1/200-os záridőnél nem látható a redőny a képen, azonban 1/320-as érték esetén már látszódik a redőny. Mire jutottál? Hát arra jutottam, hogy hatótávolság az istentelen jó. Hát ugye nekem önmagában a HSS hiánya az nagyon, nagyon fájó pont. Úgyhogy, de mi is ez a HSS tulajdonképpen? High speed szinkron, vagy valami ilyesminek a rövidítése, ez gyakorlatilag vannak HSS képes vakuk, ami arra szolgál, hogy 1/200 záridő fölötti záridővel tudjál vakuval fotózni. Ugye a redőny lefutásánál, ahol lefut a redőny, ott a vaku villanásnál ott világos, az összes többi helyen sötét lesz a kép. HSS képes vaku az mint egy stroboszkóp úgy villan, tehát amikor megkapja az impulzust, akkor tadadadada, ilyen. Aha, értem. A zár az már nem úgy fut le, ha mondjuk tedd oda a kezedet ide, így nekem. Hogy az lesz a, hát tedd ide mondjuk a kezedet így, igen. Ő a szenzor. És ugye alapvetően a zár az úgy fut le, hogy lefut az első redőny, ugye engedi bizonyos záridőnél, és akkor utána fut le a második redőny, ami lezárja a fény elől. Na most ez a rövidnél úgy zajlik, hogy nem fog az egész szenzor fényt kapni, hanem bizony csak egy résnyi, és akkor ez a rés fut végig. Tehát akkor most nem arra úgy, de akkor ez megint egy olyan eszköz, hogy hát jó, hogy van, de azért jobb lenne, ha mégiscsak lenne valami nem, más. Ezt igazából ez egy amatőr fotósnak, aki nem akar sokat költeni rá, elmegy szépen, vesz magának boltban, vagy kéz alatt vesz manuális vakut. Uh-huh. A manuális vakon be tudja állítani az expozíciókat, hogy milyen erősen villanjon meg, stb. Szépen beállígatja ezeket a dolgokat, és tök jó lesz. Értem. Viszont, ha TTL módot akarunk használni, tehát hogy a gép számolja ki a vaku villanásnak, stb. Ez nem alkalmas rá, nem viszi át ezt az információt gyakorlatilag. No hát ennyi volt már a fotós kütyű tesztekből, és akkor egy következő videóban még fogalmunk sincs, hogy mi lesz, de lesz. Valami biztos. Valami biztos. Sziasztok! Sziasztok!